Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, november 3-án. A nap az olyan, mint egy kis mutató ebben a kozmikus órában, a hold pedig a nagy mutató. A nap mutatja a havi témát, a hold a napi témákat. És mi a havi téma? Azt mutat egy csillagkép, mégpedig az északi korona csillagkép. Ehhez van egy mitológiai történet a klasszikus görög mitológiában. A bor istenét Dionüszosznak hívják. És ő beleszeretett Ariadnéba, és megkérte a kezét. Vénusz, vagy, ahogy a mitológiából ismerjük, Afrodité, ehhez az eljegyzéshez, vagy házassághoz megajándékozta Ariadnét egy koronával, drága kövekkel kirakott koronával. És ez a csillagkép északi korona. A történet a következő. Van egy nagy hős, Tézeusz, és ez a hős egy ilyen labirintusban van, és nem talál kiutat. És itt ebben a labirintusban ő nem egyedül van, hanem itt van egy ilyen szörnyű állat, aki fogva tartja ezt a hőst. De visszatérve Ariadnéra, aki megkapta ezt a koronát Vénusz bolygótól, vagy Afroditétől, hálából segít ennek a hősnek, ad ennek a hősnek egy zsinort, amivel ki tud jönni ebből a labirintusból. Mutatja a kiutat. Ez számunkra azt jelenti most ebben a hónapban, hogy akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, és úgy érezzük, hogy fogva vagyunk ebben a labirintusban, mindig van egy kiút, és ez a csillagkép, ez az északi korona adja számunkra ezt a köteléket. A hold a mai napon a Rohini holdházban található. Ez a hajnalt szimbolizálja. És ez a holdház a hiádok hatása alatt áll. A hiádok, ugyanúgy, mint a plejádok is, az Atlasz Istennek a lányai. Úgy nevezik, hogy ilyen esőt hozó lányok, nem csak az esőt jelentik, hanem a könnyeket is. Mi döntünk, sírunk-e, vagy nevetünk. Az egyiptomiaknál ez azt jelképezte, ha a hiádok láthatóak, akkor van ez a Nílus folyónak a hatása, és megvan ez a termékeny talaj. Ez hat most ránk, tehát ha mi most valami újat indítunk, és a terveinket szeretnénk megvalósítani, akkor itt van egy jó talaj, de ne sírjunk. A hold a mai napon egy úgynevezett quincunx aspektusban áll a nappal. Ezt én mindig egy ingával szoktam elmagyarázni. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, mondjátok meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni. A válasz, nem tudom, fogalmam sincs. Így érezzük ma magunkat. Viszont a holdtól jön egy jó hatás is, besugározza Mars bolygót, így a férfiak érzik az érzelmeiket. Ez hatásos, ez kellemes, de
ők ezt nem közlik most, mert Merkur bolygó ma megáll, holnaptól előre mozog. Holnaptól várható egy hír, de a mai napon nem lesz semmi, itt megállnak az események. Azon kívül Merkur bolygó egy kvadrát aspektusban áll Szaturnusz bolygóval. Ez lehet egy kellemetlen hír, vagy az is előfordulhat, hogy nem mondhatjuk ki azt, amit mondani szeretnénk, itt vannak korlátozások, vagy nem találjuk a szavakat ahhoz, hogy tudnánk érzelmekről beszélni. És pontosan ez, ami miatt mi hölgyek bizonytalanok vagyunk. Nem tudjuk, hogyan tovább, fogalmunk sincs. De a következő napokban, hetekben javulni fog a helyzet. És ez volt a mai felvételem, Mizus, november 3-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!